A folytatásban a téli sportok szerelmeseinek kedvezünk, hiszen az Érsekkertben található pályán egészen február végéig tehetik próbára magukat kicsik és nagyok. Stábunk is ellátogatott a helyszínre, hogy mikrofon végre kapják a jégkorcsolyásokat, illetve jégkorongozókat. Mutatjuk az erről készült összeállításunkat. Legutóbb 2020 elején élvezhették a téli sportok szerelmesei az érsekkerti jégpályát, a vírushelyzet miatt pedig csak tavaly december óta használhatják ki újra ezt a szórakozási lehetőséget a téli sportok kedvelői az Érsekkertben. Az amatőr, valamint a profi jégkorcsolyázók, jégkorongosok nap mint nap edzhetnek a pályán. Az EGRI Egyesület nem csak a felnőttekre gondol a sportterén, hiszen a gyerekeknek is heti 3-4 tréninget tartanak. Én körülbelül 3 éve kezdtem jégkorongozni. Nagyon megtetszett ez a sport, korisuliba jártam, és megtetszett a sport, és eljöttem edzésre. Én is körülbelül 3 éve kezdtem el korcsolyázni. Előtte láttam a tévében jégkorongot, és nagyon megtetszett, és utána behívtak a csapatba. Én meg örömmel jöttem. Nagyon jók az edzések, ezek a világ legjobb edzői. Igen, meg én azt is nagyon szeretem, hogy sok a meccs, az a legjobb. Én egy hónapja kezdtem el, és mert nagyon tetszett ez a sport, és mert a tesóim is már rég elkezdték, és nagyon megtetszett. Én már régóta kezdtem, mert a tesóim meg apukám tanított, és azóta már tudok. Jó a hangulat, meg szerintem jók a feladatok. Tehát a munkákkal igyekszünk még visszafele is dolgozni. Én Gyergyó Szent Miklósról érkeztem, és szeretném azt, hogy az a jégkorong, ami nálunk mondhatni hagyomány, szeretném, hogyha itt sikerül ezt ugyanúgy átadni, és ebben dolgozunk a stábban. Az edzések színvonala az egyre jobb, és egyre magasabb szinten tudunk dolgozni, hiszen a szezonban csatlakoztak hozzánk kollégák, akik szakképesítést végeztek el a szövetség által, és az ő munkájuk segít minket abban, hogy még jobb és még színvonalasabb oktatást tudjunk átadni a gyerekeknek. És amint látható, a jégen osztott pályás edzésekkel dolgozunk, felosztva korosztályokra, és a tudásszintbeli különbségeket is úgy kombináljuk, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk fejlesztést átadni a gyerekeknek. Maga sportág annyira komplex, hogy ezt csak is alapsportágként lehet végezni, és emellé célszerű kiegészítő sportágakat bevonni a fejlesztésbe gyerekként. Ennek a megszerettetése, mi ezen dolgozunk, kori suliba próbálunk a gyerekeknek egy alapoktatást adni, mert ugye egy bizonyos szint szükséges ahhoz, hogy ő élvezhetővé tudja fejleszteni a kori tudását, hogy válassza a jégkorongot, mint alasportát. A legjobb dolog, ami történhetett és történt Egerbe, hogy az Eger Stars Sport Egyesület mondhatni egy fúziót alkotott a Városi Sportiskolával, és neveztünk az U8 és U10-es korosztályba, mármint verseny szempontjából. Van 3+1 kötelező tornánk, amit nekünk teljesíteni kell, és hogyha arra készülünk, szeretnénk a jövőt megerősíteni az U12-es korosztályjal, mert azok az a
az a játékosok, akik most U10-es korosztályban vannak, ők kinövik ezt a tehát túlkorosak lesznek, és ez szükséges, hogy a következő szezonban nekünk az U12-es korosztályba elindulni, mert a mi munkánk, meg az ő a gyerekek munkája, így tudjuk átvezetni, és próbáljuk nem csak nekik, hanem mindenki, aki még mondjuk ezen fölüli, hogy senkinek nem engedni el a kezét, és maradjon, és a sportágba minél tovább itt legyen, és tanuljon, fejlődjön. Természetesen nagyon örülünk, hogy újra van remény, hogy folytatódhat, amit elkezdtünk. Nyilván rengeteg embernek a önzetlen és egyéb munkája van benne, hogy sok munkánk van telt, hogy ez így összejöjjön, de szerencsére most sikerült. Vannak visszatérők, körülbelül a tavaly előtti csapatnak a minimum a fele megmaradt, de van szerencsére sok új, csak így egy ilyen rövid szezonban, hogy pláne amikor valaki megtudja januárban, és hogy másfél-két hónap van még hátra a szezonból, nyilván rövid, de a jövőt nézve mindenképpen bizakodóak vagyunk, hogy jövőre már végre egy normális 4-5 hónapos szezon szeretnénk. Hát folytatjuk tovább az edzéseket, nyilván a többi város csapataihoz képest nagy a lemaradás, mert ott, ahol mondjuk szinte egész évben tudnak hetente 4-szer edzeni, azért meglátszik a csapatokon, de a gyerek korosztályokban, az U8, U10 korosztályokban ott három színnel van jelölve az erősség, így értelemszerűen az EGRI csapat jelenleg még a leggyengébb szinten fog indulni. A tornákon kell részt venni, az U10-es korosztályig így van. Felnőttek, igen, edzegetünk, ott is nagyon sok lelkes amatőr van, aki jön és elkezdi ezt a tavi hokit, a tavi hokinak neveztük el, ott elkezdik, és akkor bízok benne, hogy pár éven belül kiforja magát, mint más jégcsarnokokban is, hogy ebből az amatőrökből lesz esetleg egy amatőrbrigád. A szervezők elmondták, a haladó felnőtt csoportnak is szerveznek kötetlen jégkorcsolyázási lehetőséget játékokkal, programokkal.